Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Paksi Kistérségi Televízió sportmagazinját, vagyis a Lelátót látják. László Zoltán az ASE örökös tagja, míg Kiszli Vanda az ASE örökös bajnoka elismerést vehette át az Atomerőmű Sportegyesület küldött közgyűlésén. Az eseményen alapszabálymódosítás is történt, később dr. Kovács Antal, a Piros-Kék Klub elnöke értékelte az elmúlt időszak eredményeit. Ez egy törvényi kötelezettség volt, ez a rendkívüli közgyűlés, mert találtak, a cégbíróság talált egy olyan hiányzó mondatot a alapszabályunkban, amiben nem rögzítettük, hogy politikamentesen működik az egyesület. Ezt az egy mondatot muszáj volt augusztus 31-éig elfogadtatnunk a közgyűléssel. Ez történt meg most. Az éves rendes közgyűlés, amikor az előző évről beszámolunk, illetve felhatalmazást kérünk a közgyűlés tagjaitól az adott évi költségvetésre, a normál működésre, ez még a pandémiás időszak alatt volt, és így online tartottuk meg. A minden évben kiszoktunk adni egy ASE örökös tagja, ASE örökös bajnoka kitüntetést, azt viszont online nem akartuk, úgyhogy vártuk azt az alkalmat, amikor ezt közönség előtt, a csoport előtt tudjuk megtenni, és amikor ez a rendkívüli közgyűlés szükségessége felmerült, akkor egyik szemünk sírt, mert hogy hát ezért össze kell rántani a sok embert, másik oldalon viszont örültünk, hogy itt az alkalom, hogy ezeket az örökös bajnokokat és tagokat megfelelően tudjuk köszönteni. Ez történt most. Itt az eredményekről nem ejtettünk különösebben szót. Azért ez az év, azt kell mondani, hogyha most az eredményeket nézzük, akkor nagyon biztató. Bár rövid volt a versenyidőszak, hiszen a pandémia miatt viszonylag kevesebb verseny volt, de így is belefért nemzetközi eredményekben a Puprikának egy EB 5., egy olimpiai, illetve egy EB bronzérem, egy olimpiai 5. hely, ami egy hatalmas nagy bravúr, illetve a kajakkenuba azt látszik, hogy nagyon jó vitézkednek már, látszik a fiatalok, és a két Dávid még fiatal kora ellenére a felnőtt világbajnokságon kapott helyet a 4-esbe, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó, és nem is tudom, azt hiszem két aranyérmet és sok ezüst és bronzérmet nyertek a felnőtt magyar bajnokságon a kajakkenusaink. Úgy tűnik ez az év, bár még van előtt egy pár nap, hogy nagyon jól sikerül. Nagyon nehezen indult, nagyon bíztunk benne, hogy az olimpiára ki tudunk jutni, meg egyáltalán jó, meg lesz az olimpia. Itt elértük, amit szerettünk volna, és úgy tűnik, hogy azért a kajakkenu világversenyeken még fogunk tudni talán mint is elérni. Említetted a bevezetőben, hogy 1305 tagja van most jelen pillanatban az Atomerőmű Sportegyesületnek. Itt a pandémiás időszak ellenére sikerült ezt a létszámot, ha nem is növelni, de mindenképpen tartani, ami mindenképpen pozitív és mindenképpen előremutató. Hát nagyon nem volt egyszerű. Azzal, hogy a teremsportágak esetében csak verseny leigazolt, és már versenyrendszerben résztvevők vehettek részt, azt jelenti, hogy például a judónak tornatarmi edzéseket nem lehetett tartani egy jó darabig, de igyekeztünk megtalálni annak a módját, hogy szabadtéri edzésekkel, közös időtöltéssel valahogy egybe tartsuk a csapatot. Ezzel együtt azért nem mondhatom, hogy nyomtalanul múlt el a pandémiás időszak. Legtöbbet a kosárlabdázók panaszkodtak, hiszen tömegsport lévén korlátozott edzés lehetőséggel az iskolai tornatermeket nem használhattuk szinte egész évben, és így nagyon komolyan be kellett osztani az edzés időpontokat. Annyi pozitívumot látok, hogy több korosztálynál megtanulták, mi a reggeli edzés, felkeltek 5:30-kor, többek között a lányom is, és kicsit azt gondolom, hogy talán ebben az időszakban keményedtek, és amit mondjuk 2 év ezelőtt azt gondolták, hát ők még ilyet nem tudnak csinálni, megbizonyosodott, hogy aki edzeni akar, az meg tudja csinálni. És azt gondolom, hogy egy kicsit a csapatokat, aki megmaradt, azokat ez egy kicsit összekovácsolta. Úgy tudom, hogy voltak jó edzőtáborok nyáron, és úgy megyünk neki a következő szezonnak, hogy bízunk benne, hogy a pandémia kezelhető mértékbe fog érkezni. Az elszántság megvan, és ezeket a sportolókat ezekben az időszakban meg fogjuk tudni őrizni, és hát hasonló kemény és jó eredményeket tudunk elérni, mint eddig.
Pár gondolat elejéig beszéltünk a koronavírusról, a pandémiáról, mert hát sajnos ez most már szinte a hétköznapok része, nem csak a közéletben, hanem a családoknál is. Átoltottság terén az Atomerőmű Sport Egyesületnél mi a helyzet? Érezték-e a klub, az egyesület sportolói azt, hogy itt bizony ez, ennek a felesett réfe, ennek a vírusnak? A sportolók jelentős része az bevonultva, ennélkül nem is mehetett volna például akár olimpiára versenyző, és az edzőink döntő többsége is. Amennyire én tudom, az edzőknél van, talán minden edző rendelkezik védettségigazolvánnyal, aki még nem oltottak be azért, mert még az érintettsége miatt még van védettség, de azt gondolom, hogy ezt felelősen úgy kell lehet csinálni, hogyha, ahogy a pedagógusoknál is, az iskolai pedagógusoknál, ugye az edzőknél is ez a oltottság gyakorlatilag ki nem mondott követelmény. Az atomerőmű ASE sportcsarnoknak a bádogozása kezdődött el. Úgy tűnik eddig, hogy nagyon jól sikerült a fa munka, mert csak a fa munka olyan zárást eredményezett, hogy itt-ott egy-két csöpp esik be, és még nincs fönn a tető. Tehát azt gondolom, hogy most végre sikerült egy több évtizedes probléma végére pontot tenni. Nyilván majd a puding próbálja az evés, amikor mindennek kész leszünk, akkor azt remélem, hogy egy csepp sem fog beesni, mert akkor fogjuk megtudni, de úgy tűnik, hogy megfelelően haladunk. Mi az átadási határidő? Hát december vége, de igyekszünk presszionálni a kivitelezőket, hogy minél lehetőség szerint minél előbb megcsinálják. Ugyanakkor tudjuk, hogy ez megint remélhetőleg egy fél évszázadra szól. Ha kicsit csúszik, már úgy értem az általunk elképzelt mondjuk november időponthoz képest, akkor azt inkább tudjuk tolerálni, mint esetleg utána beesik. Addig összeboltoltunk a szekszárdi, szintén atomerőmű nevet viselő KSC-vel, és Szekszárdon lesznek a meccsek. Lesznek olyan napok, amikor kosárlabda matiné lesz, tehát a jó, nagyon jó szekszárdi kosaras csajok, meg a nagyon jó paksi kosaras fiúk egymás után fognak játszani, érdemes lesz elmenni. Ha ez jó lesz, akkor terveink között szerepel, hogyha megjön, hogy visszakapjuk a csarnokot, akkor is egyszer-egyszer csinálunk ilyen közös nagy bulit. Az ASE örökös bajnoka elismerést veheted át itt másodpercekkel ezelőtt az ESZI főiskolai nagy előadójában. Hát hol fog elhelyezkedni ez a trófa, ez a kitüntetés itt a polcon? Hát valószínűleg nem a polc tetején, vagy a szekrény tetején, mert nagyon-nagyon nehéz, nagy súlya van. Valószínűleg valami, nem tudom, stabil helyre fogjuk rakni. Nagyon nagy megtiszteltetés ez. Lehet, hogy ezzel nagy súlyjal egy nagy terhet akartak még rád aggasztani az ASE vezetői, hiszen még aktív versenyző vagy, még előtted a világ, a jövő, nagyon nagy eredményeket érhetsz még el a kajakozásban. Lehet, hogy ez ilyen kis szimbolikus is, nem gondolkoztál még ezen? Hát remélem, hogy nem. Próbálom nem úgy felfogni, hogy terhet raknak rám, hiszen akkor valószínűleg ez a versenyzésemre is ráhúzná a bélyegét, de próbálom ezt úgy felfogni, hogy az eddigi munkámat díjazták, és ezután pedig próbálom nekik úgymond bebizonyítani, hogy nem véletlen kaptam meg ezt a díjat, hogy méltó vagyok rá, és remélem, hogy hozom a további sikereket. Ha jól figyeltem, a méltatásban elhangzott, hogy talán 10 évesen mentél le először a csónakházba. Ez nem azt mondom, hogy viszonylag késő, de hát nem azt mondom, hogy mit tudom, az általános iskola első másik osztályában szeretted meg. Csináltál előtte, sportoltál előtte valamit? Hogy kerültél a csónakházba? Hát iskolában sportoltam mindig, és valamit úgy voltam vele, hogy valamit komolyabban szeretnék csinálni, nem csak iskolai szinten. És körbenéztünk, hogy Pakson mik azok a sportok, amit versenyszerűen lehet űzni. És a judót azért nem választottam, mert nem vagyok egy verekedős, harcos típus. És a kajakkenunál leragadtam, mert kint van a természetben. És nem tudom, valamiért nagyon érdekelt és megfogott, amikor lementem először. Valószínű a társaságnak is köszönhető, hiszen egy nagyon jó kis csapatunk volt a legelejétől kezdve. És szerintem az, ami ott fogott a sportágnak a szeretetén kívül. Mi az, ami még a mai napig, minden nap, amikor felkelsz és arra gondolsz, hogy na, akkor le kell menni edzésre, és most hajnal van, és most nagyon késő van, és nincs kedve csinálni, mi az, ami mégis előre visz ennyi siker után?
Hát ezen sokszor én is gondolkozom, hogy vajon miért. Nem tudom. Én szeretem ezt az egészet csinálni, szeretek elfáradni, szeretek edzeni, és szeretem azt, hogyha elindulok egy versenyen, és ez jól sikerül, akkor tudom, hogy a befektetett munka az megtérül, és edzéseken is mindig arra gondolok, hogy ez most nagyon fáj, nagyon fáradt vagyok, nem akarok lemenni, nem akarom ezt csinálni, de tudom, hogyha versenyen ott leszek, akkor ez a plusz fog motivációt és erőt adni ahhoz, hogy elérjem a céljaimat. Melyik a legszebb, melyik a legfényesebb érem, kupa elismerés a polcon, amire mindig örömmel nézel, amikor fáradt vagy és eleged van mindenből, de bemész abba a szobába vagy terembe, nem tudom is, irány. Na, ezért érdemes. Melyik az? Egyben van az összes, és nem tudnék kiemelni egyet se. Hogyha úgy ránézek arra a helyre, ahol össze vannak gyűjtve az érmeim és a kis díjak, kupák, akkor úgy jó érzést tölt el, de egyet se tudnék kiemelni. Mindig talán az aktuális a legkedvencebb, vagy a legközelebb álló a szívemhez, de tényleg kiemelni nem tudok egyet sem, mert tudom, hogy mindegyikért ugyanolyan keményen megdolgoztam. Hol és mikor lesz a következő érem, kupa? Hol lehet tapsolni legközelebb Kiszlivandának? Reméljük, hogy lesz érem. Legközelebb szeptember végén, október elején állok rajtvonalhoz Romániába a világbajnokságon, rövidkörös versenybe, illetve a normál maratoni távba is egyesbe, és ott szeretnék bizonyítani. Maga a vitorlázás az még a 90-es évekre tehető vissza, akkor még ugye a Koloska, mint ilyen kikötő nem is volt, 92-ben nyitották meg, és még előtte a Stég. Tehát onnan indult, és kis kalózzal, Gál Pisti akkori kollégával próbálkoztunk, de aztán ugye én tanultam egy jó darabig, tehát nem volt annyi idő, mint ami szükséges lett volna, és akkor 2002-től vettem részt aktívan az Egyesület munkájába, vezetőségi tagként, majd 2006-tól már mint a szakcsoportnak az elnöke. Innen. Tehát ez durván, most hát 15 éve az elnöke vagyok a szakcsoportnak. Itt az üdvözlő vagy köszöntő beszédben elhangzott, hogy 2002-ben itt említetted, hogy még gyakorlatilag 50 fővel, meg 5 nagy hajóval indult ez az egész. Ma már 15 nagy hajó van, 350 fő. Gondoltad volna akkor, hogy ekkora népszerűségnek fog örvendeni a vitorlázás 2000 éves kezdeteik elején? Nem, tehát ez a fajta gondolat akkor még nem fogalmazódott meg, és azért szeretném, hogy a nagyhajós park, ugye, hogy 15-re felbővült, de ez mellett olyan motoros parkunk, kishajós parkunk, ami hasonlóan 50 darabos tartományba esik, ami a többi egyesületet nézve is kimagasló, ami, tehát maga a szakcsoportunk ilyen módon még a Balatonon is egy aránylag jelentős egyesületté vált. Taglétszámban mindenképp, nekünk az utánpótlásban van egy kis elmaradásunk, de a pénzügyi lehetőségeink, amennyit engednek, mi abba tudunk inkább előre lépni, és a mi fő mondatunk az, hogy mi azt szeretnénk, hogy megszerettessük a gyerekekkel a vizet, és majd ők döntenek, hogy ezt mit szeretnének, ezt az életformát szeretnénk inkább átadni nekik, és hát fő tevékenységünk ugye a szabadidő, tehát a kettelési vitorlázás, de ez mellett most már rangos versenyeket rendezünk, versenybíróink vannak, tehát lépegetünk előre szép lassan, ahogy ezt így kell, ez az elmúlt 15 év erről szólt. Kishajóban is, tehát a Kalózban, illetve Findingiben, illetve Lézerben is voltak résztvevők, ugye a Stadler csapat, ugye a finnes oldal, Nagy Robiék a Kalóz oldal, csak így egy párat kiemelve, Újvári Dénes a Lézer csapat, tehát azért van több ilyen részünk, ami akár nemzetközi vizeken is megmérettették magukat, magyarul a tengeren is vitorláztak már, és nem is rossz eredményeket értek el. Nyilván nem a profi kategória első részében, mert ugye mi azt szoktuk mondani, hogy a vizen eltöltött idő nagy mértékben meghatározza a vitorlázásnak a tudását. A Koloska kikötő ugye hát méreténél fogva hát nem egy nagy kikötő, gyakorlatilag most már majdnem hogy a teljesítőképességének határán van? Most úgy érzékelem, hogy szerintem a kikötő ugye ez a 100 hajóval, tehát 99 hajóval és az Egyesületi Nagyhajó Parkkal, én úgy gondolom, hogy most elérte azt a határt, ami a bővülést, hát én úgy gondolom, hogy ez most itt stabilizálni fogja.
itt a Balatonon történő átalakulás az, ami ugye a hajóknak a méretében történik átalakulás, és a Koloska kikötő, ugye most jövőre lesz ugye 30 éves, hogy megnyitották, az egy hajó méretre volt akkoriban tervezve, ma már ezek a hajók nem a legnagyobb kategória, ezáltal a kikötőmedence és minden, tehát ilyen módon a fejlődés, de optimistának kell lenni, mert mindig van előre út, és bízunk egyszer abba, hogy majd a Koloskába is adott esetben lesz fejlesztés. És hát ugye ez az MVM csoportnak ugye az egyetlen egy ilyen kikötője most már, mert ott van mellettünk az MVMS-e, aki igen erőteljes utánpótlásbázissal rendelkezik, ott van az ERBE, ott van a GTER, ott vannak a többi tagvállalatok, akik egyáltalán vitorlázásba érdekeltek. Tehát így nézve igen leterhelt a Koloska kikötő, vagy egy igen hogy is mondják ezt nagyon pontosan, hogy nagyon élénk vitorlás élet zajlik a kikötőbe, ami mindenhol meg lehet találni azt a szegmenset, amiben szerette az ember. Még egy utolsó kérdés, az ASE örökös tagja lettél, hol fog elhelyezkedni ez az elismerés a polcon? Nekem van egy kis dolgozószobám fent otthon a lakásban, a tetőtérben, ez egy ilyen kilelkítő kis dolgozószoba, ahol ott vannak a kupák, ott vannak az érmek, és ez oda fog kerülni. Az egyik legnemesebb trófea, mert ugye a sportértéke is van a dolognak, mert azért voltunk a kékszalag másodikak, voltunk országos bajnokok, aztán harmadikok, tehát azért van sok olyan érem is, ami a vitorlázáshoz köthető, de ez az ASE-tól, ez az elismerés, azért ez a főhelyre kell, hogy kerüljön. Én nagyon örülök ennek, és remélem, hogy a taktársaink is átérzik ezt, hogy az a munka, amit ők is végeznek, meg végzünk közösen, az egy jó irány, ahogy lehetne ezt talán megfogalmazni, és talán ez a jó zárszó is, hogy hajrá, ASE VSC, vagy hajrá ASE. És jó szelet. És jó szelet. Az Ürgemező és a Cseresznyési Erdei Iskola környéke volt a 24. Bakancsos Atomkupa tájékozódási túraverseny idei helyszíne. A megmérettetésre több mint 100-an neveztek. A szervezők, a Demeter Egyesület tagjai és az ASE természetjárók több kategóriában hirdettek eredményt. Az volt a nehézség, hogy a versenyt úgy gondoltuk, hogy egy új térképen rendezzük, és a térkép az eléggé határidőre készült, két héttel a verseny előtt kaptuk meg a térképet, úgyhogy két hetünk volt igazából, hogy a versenypályákat összeállítsuk. Nyilván a versenykiírást azt már hamarabb el tudta készíteni, de magát a verseny szervezését ebbe a két hétbe kellett belesűríteni. Az apropója az új térkép volt, de egyébként meg ide mindig szívesen jönünk, hiszen ez egy nagyon ideális versenyközpont. Jóval kevesebb, mint a megszokott létszám. 109 fő nevezett a versenyre, általában ilyen 300 körül szokott lenni. Ugye nagyon nagy hiánya az, hogy az iskolások azok ugye most nem jöttek, mert még nem kezdődtek meg a tanításokra. Az össze minden hétvégén gyakorlatilag innestől kezdve október végéig minden hétvégén van egy bajnoki forduló. Rendezünk mi mindig olyan kategóriákat is, ahol teljesen kezdők is el tudnak indulni, illetve még az egész kisgyerekes családoknak is külön pályát tűzünk ki, azért, hogy minél szélesebb körbe vegyenek részt a versenyek. Egyébként a versenyek tagsága annyi szempontból állandó, hogy akik a bajnokságban vannak, azok nyilván igyekeznek minden versenyen ott lenni. Viszont minden helyi versenyen ezekben a kezdőbb kategóriákba próbálják a versenyszervezők behívni a helyi embereket, hogy vegyenek részt rajta, a turistákat. Maga a nevezési díj az igazából jelképes, tehát annál jóval több szolgáltatást nyújtunk a versenyzők részére, mint amit kér a nevezési díjat, és ezt pályázatokból igyekszünk finanszírozni. Vannak pályázatok, nyilván ezen dolgozni kell, hogy ott sikeresen tudjunk pályázni adott esetben. Tehát most még azt mondom, hogy viszonylag ebben a tekintetben jól áll az Egyesület, a Demeter Egyesület. Hát az ASE az egy kicsit másabb, ugye az ASE oldaláról
ott elsősorban a túrázást támogatjuk, és nem ezeket a rendezvényeket. Ezeket a rendezvényeket pénzügyileg jobban a Demeter Egyesület berkein belül tudjuk érvényesíteni azokat a pályázatokat, amivel tudjuk támogatni. A paksi versenyzők közül a profi versenyzők azok nyilván a szervezésben vannak jelen, tehát azt segítették. Igazából akik vannak paksiak, azok csak kiránduló vagy a kezdő kategóriába indultak, de van egyébként paksi induló. A Bakancsos Atomkupa az országos tájékozódási túra bajnokságnak az egyik állomás, az egyik versenye, és a paksi természetjárók közül nagyon sokan járnak az országos túrabajnokságra is, és akkor így bevállalták sok-sok évvel ezelőtt, akkor mi paksiak is bevállaljuk egy ilyen versenynek a megszervezését. Pakson nem sok alkalommal volt, még hisz azért a környezet nem olyan ingerdús, ami mint például a hegyekben vagy a Szekszárdi dombságban. Szerveztünk már a Szekszárdi dombságban is, a meccsekben többször voltunk. Tavaly Lengyel Anna fürdő környékén volt a központja, tavaly is ősszel volt, ugye márciusban nem lehetett megszervezni. Pakson is volt már egyszer-kétszer, de ez a cseresznyés központ, ez így ideális helyben is, hisz a tájfutókkal együtt dolgozva nagyon jó térképeink vannak most már erről a területről, illetve a Gesztenyésen is voltunk már a rendezvényközpontban, vagy rendezvényépületben. A legfontosabb az A pályák, ezek ugyebár a versenypályák, ahol indulnak a bajnokságban résztvevők, akkor van már ennél egy fokkal könnyebb, de már tudni kell tájékozódni a B kategória, és utána vannak a gyerekek, akik tanulnak tájékozódni, ahol az MLC, ott egy kicsit már rutinosabb a pálya, de nem nehéz, főleg az utak mellett vannak a pontok elhelyezve, és akkor családoknak pedig, mit tudom, a kiránduló szép pálya. Ez egy teljesen csak az úton megy, nem kell letérni az útról, de azért vannak pontok elhelyezve, feladatokkal, érdekes, különleges, és tulajdonképpen is olyan, mint egy elmennél szombaton vagy hétvégén túrázni. Csak van egy kerete. Ez egy olyan összeszokott társaság, olyan jó közösség az ország különböző részéből, hogy barátságok alakultak ki, és igazából ez egy nagyon jó program. Azon kell, hogy sportolsz, mozogsz, az agyadat is használod, mert az, hogy megkeresd a pontokat, meg tudj tájékozódni, ez tulajdonképpen egy nagy és szép helyeken szokott lenni. Tehát én is voltam jó néhányszor az évjékkel versenyezni, de tényleg egy jó buli volt, hogy így mondjam. A Bakancsos Atomkupának a programjába kezdettől fogva, amióta ilyen bakancsos van, azóta részt veszek, hát annak idején még ugye ez jó régen volt, akkor versenyzőként vettem részt, aztán pedig szövetségi ellenőrként vagyok itt. És hát ez a verseny, ez egy nagyon kellemes verseny egyébként, mert túl nagy szintkülönbség nincsen a versenyzők számára a pályán. Ugye a mai szintkülönbség is mindössze 82 méter, ami hát ennek a csapatnak ez könnyedén teljesíthető, szemben azzal, mint hogy az emplénben van 580 méter szintkülönbség például. Nem sokára lesz ott is egy versenyünk a Villamosenergiaipari Országos Természetbarát találkozó keretében. Annak idén a 70. alkalma lesz, tehát az egy igen nagy múltú verseny, és tulajdonképpen a Villamosenergiaipari sporttalálkozóknak, amiből most már 12 van, vitorlás, evezős, stb. Azoknak mi a dohányéi vagyunk, mert 1951-ben létesült ez a verseny. Egy nagyon lényeges momentum ebben az egész mozgalomban az, hogy ez barátság. Tehát igazi természet és barátság. Természetbarát is, meg egymás barátai is vagyunk, és ennek a szellemében a legbarátságos, tényleg szó szerint barátságosabb környezetet biztosítjuk a versenynek. Ugyanis itt mindenki saját magát győzi le elsősorban. Tehát nem az van, mint az ökrözéknél, hogy kiütjük egymást. Tulajdonképpen a verseny során szinte nem is látjuk egymást, csak a saját csapattagjainkat. És ezért nincs az a rivalizálás, ami azoknál a sportoknál van, ahol szemtől szembe állnak a versenyzők. Ez
én szerintem ennek a sportágnak a legnagyobb előnye. És ezért messze menően támogatni kell az ilyen sportot. Tehát a szellem, ez a barátság szellem. Természetesen versenyzés van, tehát amikor a eredményeket értékelik, akkor kialakul ugye valamilyen sorrend, és akkor azért szokott lenni jókor a vita is, mert hiszen a szabályok azok elég bonyolultak, ennek a versenynek a szabályai, és a versenyzőknek nehéz betartani a szabályokat, illetve pontosabban a legjobb eredményt elérni a szabályok keretében. De természetesen az értékelők is könnyedén tévednek, mert elég bonyolult számításokkal jön ki az eredmény. Nagy figyelemmel kell a pontigazolásokat értékelni. Ugye most itt például a szúróbélyegzők vannak, amelyeknek a lenyomata az nem mindig egyértelmű. Vagy a versenyző téved és egymásra nyomja a bélyegzőket, vagy olyan értelemben téved, hogy nem jól tartja a kezét, és akkor nem lesz világos az eredmény. Na most ilyenkor a versenybíróságnak kell ugye döntenie, hogy na hát most akkor ezt hogy értékeljük, ugye? És hát akkor jönnek a viták, és hát van a versenyszabályzat, amely az országos bajnokságnak a versenyszabályzata, amely alapján végül is el lehet dönteni a vitát, de hát azért van a szövetség ellenőr, hogy ebben részt vegyen. Sima túrázni 2012-ben kezdtem a gyerekeimmel, a Pilissel kezdődött, utána szerelmes lettem a túrázásba. Olyan 3-4 évre találkoztam a barátommal, aki már ős régi túraversenyző, és ő bevonta minket, a gyerekeimet, és engemet ebbe a sportba, és már második ilyen verseny után már mi egyedül indultunk, és ez nagy-nagy-nagy szerelem lett belőle. És mondom, nagyon sajnálom, hogy amióta itt Magyarországon vagyok, nem ismerkedtem előbb ezzel a sportággal. Szuper jó. Amióta ebben a sportágban vagyok, mindig az ő versenyeken igyekszünk részt venni, mert ők nagyon jó pályákat tudnak készíteni, ami technikás is, de viszont emberi is, emberi mi volt és van, nagyon szép környéket tudnak választani. Emlékszem, amikor itt volt évzáró az egyik évadnak, az fantasztikus, a térkép olyan volt, hogy kocka alakú, és azon kellett igazodni. Szóval mindig trükkök, ilyen érdekes trükköket beraknak, és szóval is nagyon jó szervezők. Mindenképpen elméleti felkészülés kellene, térképismeret mindenképpen kell, hogy legyen, és annyi, hogy hétköznapokban fizikai formát kellene tartani. Szóval az, hogy te mondjuk havi szinten 2-3 versenyre mész, az nem elég a sportos erőnlét fenntartásához. Ez minden második napi munkát jelent nekem. Tornáznom kell, és hogyha nincs versenyek, akkor mindenképpen vagy szombat, vagy vasárnap kitűzünk ilyen 10-15 kilométeres pályát, és megyünk, és mindig szintkülönbség is legyen, 3 hegyre föl kell mennem, ahhoz, hogy tartsam ezt a szintet, hogy tudjam versenyekbe részt venni. A felkészülés az csak annyi, hogy versenyzünk, tehát a gyakorlás. Itt a környéken is volt már verseny, tehát ez nem az első verseny. A szakosztály, itteni szakosztály, több helyen szokott rendezni versenyt, itt már nem is tudom, másodszor, harmadszor lehet a verseny. Felkészülés annyi, hogy elindulunk versenyeken, gyakorlunk, illetve mi is rendezünk versenyt, és annak a pálya kitűzése az egy elég jó gyakorlás. Annak a pályának egy megismerése, ott több idő van, de sokkal mélyebben kell. Tökéletes, nincs meleg, nincs hideg, nem esik az eső, az a legfontosabb, hogy nem esik az eső. Személy szerint a szinteket azért is szeretem, mint túrázóként is. Lehet utána magasba ki lehet nézni, messzire lehet látni. A túraversenyzőként azért jó, mert ott a szintekért kapunk plusz perceket, tehát több időnk van. És a szabályzat szerint az néha segít. A következő verseny az eltájoló kupa az Alföldön lesz. Az is egy régi verseny. Jó rendezőkkel. Szintén itt is nagyon jók a rendezők, nagyon
technikás pályát szoktak csinálni, ezért is szeretjük a bakancsos atomkupát. Ezek voltak az elmúlt napok legfontosabb sporteseményei Pakson. Legközelebb jövő héten, kedden Dalos Tibor várja majd önöket friss hírekkel. Addig is nézzék a Paksi Kistérségi Televízió műsorait. Viszontlátásra!